Sziasztok, én Toku vagyok, és ebben a mai videóban egy régi hagyományt fogunk folytatni itt a csatornán, vagyis tippek és trükkök, és az első részben nem másról lesz szó, mint a számunkra tökéletesen fölösleges alkalmazásoknak az eltüntetéséről, és különböző módoknak a kikapcsolásáról, amik nekünk alapjáraton a hétköznapokban nem kellene. Na de nézzük, hogy ezt hogyan tudjuk röviden elérni első lépésben. Nyomunk egy jobb klikket az asztalon, és ott képernyő beállítások. Itt ugye először is a szöveg és a többinek az áttájolását, beállítását tudjuk beállítani, ez annyira nem is pontos ugye a törlések szempontjából. Na de a következő már itt az értesítések és műveletek. Na itt már egy kicsit lehet kapcsolgatni, ugye tippek megjelenítése Windowsról, közt nem kell. Alkalmazás értesítések megjelenítése, az azért jó, ha szólsz, ha valami bajod van. Értesítések megjelenése zárulási képernyőn, minek úgyis föl fogom oldani azt a zárulást, hogyha visszajövök. Úgyhogy a riasztások, emlékeztetők, bejövő VoIP hívások kilőve, értesítések, elrejtések kivetítéskor megint csak kilőve, és ugye az értesítésre feljogosult programok, amelyeket itt láthattok ugye. Következő alkalmazások és szolgáltatások, na ez egy érdekes kis történet számunkra, ugyanis itt alapból felsorol minden alkalmazást, ami elérhető a számítógépünkön, és itt tudunk szépen ügyesen mazsolázgatni, mégpedig egy bal gomb lenyomásával, és hogyha úgy döntünk, hogy a Candy Crush szaga nem tetszik, akkor fogjuk, nyomunk egy eltávolítást, a csókolom, és ugye akkor eltűnik a start menüből, és alapból nem fog megjelenni nekünk sem. Úgyhogy lehet aztán bőségesen átnézegetni egyenként. Kis időbe telik, viszont megéri, mert ugye sok, igaz, hogy kicsi itt a méret, amit elérnek egyenként, viszont sok kicsi sokra megy, úgyhogy érdemes, hogy egy kicsit gyorsuljon a gépünk azáltal, hogy nem fogyaszt több bet a memóriából és tárhelyből, mint amit kéne számára feltétlenül. Ablakokat itt én békén hagyom a francba, végül is jó, hogyha vannak ugye az ablakokkal mindenféle beállítások, főleg, hogyha te is úgy gondolod, hogy ezek fontosak számodra. Tábla gépüzemmód tökéletesen felesleges, ugyanis én egy asztali gépről nyomom, és hogyha te is így vagy vele, akkor minek menjen a tábla gépüzemmód, egyszerűen nincs értelme, ugye? Ez olyan, mintha a mobilomat akarnám innen irányítani a számítógépről, minek? Másik. Hálózati kilépés. Jó, mennyi aludni 20 perc után, ha nem ülök itt éppen. Alvásmód viszont soha, mert nekem itt, ha valami fut a háttérbe, az jó lenne, ha nem lőnéd ki. Tárterület. Ugye itt kapunk egy összesítőt arról, hogy milyen is a szabad terület felhasználhatósága a különböző merevlemezeken. Látjátok, nekem ilyen szép sok kis vinyom van. Offline térképek. Megint csak kinyomva, mert minek? Ha akarom, fölmegyek a Google-re és nézek egy Google Maps-et nekem itt, ne nézegessél jobbra-balra. Alapértelmezett alkalmazások, nos itt egy kis fontos kitérő, ugyanis itt be tudjuk ugye akkor állítani, hogy mivel nyitjuk meg az e-mailjeinket, térképeinket, groove zenénket használjuk, vagy netán a fénykép nézegetőt használjuk, vagy a Paint-en jelenítjük meg a képeket, úgyhogy itt érdemes megint csak elidőzni egy kicsit hosszabban, hogy beállítsuk, hogy mi legyen az alapértelmezett. És a végén nem más, mint a rendszernek a másik része, vagyis a számítógépről különböző információk, hogy hány giga memória van a gépedben, milyen Windows verziód van, illetve a processzorod milyen. Röviden ez lett volna akkor az első kis szösszenetnek a története, és ugye ebből a legfontosabb az alkalmazások és szolgáltatások kigyomlálása. Sok sikert kívánok hozzá, és utána neked is majd valahogy kb. Így fog kinézni a rohadt sok csempe helyett a start menüt, hogy csak alig maradt pár ténylegesen hasznos kis elérhető cuccos, a többi pedig tök feleslegesen, akár ugye itt is tudunk nyomni rá egy ilyen levét a start menüből, és puff, eltűnt. Itt is levét a start menüből, minek nekem Xbox hagyjál békén, vagy a Minecraft, sose játszottam bele, pápá, vagy ez a Wanderlist, pápá, OneNote maradhat, groove zene maradhat, filmek maradhat, és ez a Solitaire, szevasz. Így kell gyorsan gyomlálni, remélem hasznos volt számodra ez a videó, ha igen, akkor írd le a véleményedet a hozzászólásokba, hogy számodra mi az, ami még fontos lenne, hogy egy kicsit gyorsuljon, illetve bemutatásra kerüljön itt a Windows 10 kapcsán.
további szép napot, hello!